Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 12-én. Mielőtt kezdeném ezt a jóslást, szeretnék valamit közölni veletek. A napokban elindult a telefonos jóslás, ami annyit jelent számotokra, hogy én elérhető vagyok telefonon keresztül. Ez egy díjas vonal, és percenként 750 forintba kerül. Viszont én kivetem nektek a nagy lapot, megválaszolom a kérdést, és ami nálam előnyös, hogy én nem húzom az időt. Én mindig rövidre fogom a beszélgetéseket, ha lehet, hogy ne költsetek túl sokat ezekre a hívásokra. Természetesen, ha valamit el szeretnétek mondani, ahhoz én nyitott vagyok. Tehát az elérhetőségem 06 9 0 9 0 0 9 0 9. És előre is megköszönöm a bizalmatokat. És most ez a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, mik a tervei, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, ezt mutatja ez a felső kártya. Ez a lelkész tart valamit a kezében. Ez lehet egy irat, egy dokument. Az is lehet, hogy valaki uralkodik az események felett, és megírja, eldönti, hogy mit kell tenni, és emiatt minden a feje tetejére állt, és ő elveszíti itt a biztonság érzetét. És ez volt a második kérdés, hogy érzi magát nem túl jól. És pontosan ezt közli veletek. Ezt mutatja ez a betegség. Az nem biztos, hogy ő beteg. Én inkább azt gondolnám, hogy ez az állapot emiatt a koronavírus miatt megviseli őt. Minden a feje tetejére állt. Nem tud úgy határozni, dönteni, ahogy szeretné. De visszatérve erre a lelkészre, ez mutathat olyan vallási témákat is, azt is jelentheti, hogy ő esküszik valamire. Hogy ő az igazságot kimondta. És ebben ti megbízhattok, ezt mutatja a szerelem istennője, a kezében ez a lángoló szív, és ez a szerelemre utal. Ami a környezetben van, az, hogy ő elveszíti a biztonság érzetét, azt, hogy ő be akarja bizonyítani azt, és esküszik rá, hogy szeret titeket, annak ellenére, hogy minden olyan beteges, és ő olyan fáradtnak és letörtnek érzi magát, a napi energia az, amit a szerelem istennője itt mutat. És pontosan ebben kell, hogy megbízzatok. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!